Egyrészt örülök, hogy államtitkár úr visszatért, mert vélelmezem, hogy nagy valószínűséggel ő fog válaszolni az általam felvetetekre, ha megtisztel majd ezzel. Azzal kezdeném, hogy nagyon is aktuális most egy számvetés a turizmussal kapcsolatosan, különösen a balatoni turizmussal kapcsolatosan, hiszen a múlt héten napvilágot láttak különböző számok, elemzések, mondhatnám azt is, hogy győzelmi jelentések a balatoni turizmussal kapcsolatosan. Annak örülök, hogy államtitkár úr arról beszélt az előbb, hogy Budapest a közbiztonság területén is helyett, tehát a turizmus területén is. Azonban nézzük inkább most a természetes tavak, különösen a Balaton melletti turizmust, mert tiszta vizet kell önteni a pohárba, hiszen ezek a győzelmi jelentések, ezek már-már arról szóltak, mint annak idején a Vas és Acél országa, vagy pedig amikor a győzelmi jelentések arról szóltak, hogy arcvonal kiegyenesítés történik, erre utalnak ezek a győzelmi jelentések, ugyanis bár a statisztikai számok szerint rendkívül sikeres idényt zárt a Balaton, valójában ez nem szól másról, mint arról, hogy a bérből és fizetésből élők kiszorultak a balatoni nyaralás lehetőségéből, és szembe jön önökkel a valóság, és arra várunk választ, hogy mire készül a kormány, hogy jövőre ez ne így legyen. Mert a magyar családok számára elfogadhatatlan az, hogy lényegében a Balaton és a természetes tavak luxus cikkekké váltak. És nem mindig a nemzetközi példák a legjobbak, azonban mégis most itt érdemes Horvátországot megidézni, ahol törvényt hoztak arról, hogy az Adriába való bejutásért nem lehet pénzt kérni, nem lehet fizetni azért, hogy valaki bejusson az Adriába, mint tengerbe, és nem lehet lezárni a partot. Ezért itt ugye, amikor a turizmusról beszélünk, akkor persze örvendetes az, hogy a statisztikai adatok szerint rengeteg vendégészakát töltenek a Balatonnál külföldiek, és örülünk a külföldi turistáknak, de még fontosabb, hogy mi a helyzet a magyar családokkal. És szeretném előre bocsájtani, hogy mi patrióta szociáldemokraták a magyar családok oldalán állunk, és szurkolunk a Balatonnak. Azt is mondhatnám, hogy hajrá Balaton, de ez kevés, hogyha önök nem tesznek semmit, és tétlenül nézik, hogy magyar családok százezrei szorulnak ki az üdülés nyaralás lehetőségéből. Ugyanis az üdülés, a nyaralás, a pihenés az sokkal több, mint egy statisztikai adat. Itt nem arról van szó, hogy mennyi bevétel származik csak adott esetben a turizmusból, hanem arról van szó, hogy egy nemzet, egy nép, egy ország lelki állapotát tükrözi vissza, hogy mennyi pénzt, időt tudnak fordítani arra, hogy pihenjenek a magyar családok. És ezen a területen óriási lemaradásban vagyunk. Azt várjuk el a magyar kormánytól, hogy azonnali intézkedéseket hozzon, hiszen most még időben vagyunk, jövőre is lesz nyár. Egy valamiben biztosak lehetünk a mai bizonytalan világban, hogy nyár az jövőre is lesz. Ezért most még lehet intézkedéseket hozni, és hogy segítsünk ebben, hiszen másban is próbálunk segíteni, hiszen a magyar családok azok olyan fontos tényezők, amik akár még túllépnek a pártpolitikai célokon. Segítünk önöknek, ezért az egyik alapvető cél, hogy a magyar családok eljussanak a Balatonhoz, hogy ne irreális belépőket kelljen fizetni a Balatonparton, és erre nem jó válasz az, hogy sok szabadstrand van, meg kétharmad aránya a partszakasz a szabadstrandok tekintetében. Erre az a jó válasz, hogy nincsen helye kerítéseknek a Balaton partján, annak az ország határon van a helye. A Balaton partján szabadstrandoknak van helye, le kell bontani a kerítéseket, érvényt kell szerezni az Alkotmánybíróság döntésének, ami szerint ugye a partmenti védősávot be kell tartani. A beruházásoknak észre van helye a Balatonnál, és nem úgy, hogy kirekesszék a magyar családokat a Balaton partjáról. Aztán ott van a Nemzeti Üdültetési Program, amely egyébként működő, de kevésnek bizonyuló Erzsébet táboroknál sokkal szélesebb körben tenné lehetővé azt, hogy azok a szálláshelyek, akik nem kevés milliárdot kaptak állami támogatásból, azok vendégészakákat biztosítsanak azoknak a családok számára, akik egyébként nem jutnának el a Balatonhoz. És ott van az üdülési támogatás javaslatunk, amely a legrászorultabbaknak idényenként 100 000 forintos támogatást adna, ami ugye egy nagy csepp a tengerben, a magyar tengerben, ami érdemi támogatás és az állami költségvetést nem rogyasztaná meg. Javaslom, hogy keressünk forrásokat, például a Nemzeti Bank
elkótyavecsért milliárdjai között, és mindjárt tudnánk kompenzálni az önkormányzatokat a szabadstrandok esetében, és mindjárt tudnánk állami forrásokat adni már célokra, a nemzeti üdültetési programra, vagy az üdülési támogatásokra, mert ismétlem, az üdülés az nem arról szól, hogy milyen állami vagy önkormányzati bevételek keletkeznek, hanem arról, hogy egy nemzetnek milyen lesz a jövője, milyen a mentális és fizikai állapota, és nagyon bízom benne, hogy legalább ezért felelősséget fognak vállalni, hiszen egy valamiben biztosak leszünk, jövőre is lesz nyár. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Dövötör Csaba miniszterhelyettes úr kíván válaszolni. Önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát kezdjük azzal, amiben egyetértünk. Egy ilyen van, az, hogy jövőre is lesz nyár. Ebben kétségkívül egyetértünk. A többi dologban talán nem, vagy legalábbis más a megközelítésünk. Ami a vendégészakák számát illeti, én nem tudom nem felidézni, hogy hogyan beszéltek részben önök, részben más közéleti szereplők, részben pedig véleményvezérek két hónappal ezelőtt arról, hogy rég nem látott gyenge szezon közeledik a Balatonon. A számok ezt nem igazolják. És ezekkel a számokkal azért fölösleges vitatkoznunk, mert nem csupán a KSH számaira hagyatkozhatunk, hanem azonnali adatok állnak rendelkezésre, azon adatszolgáltató központnak köszönhetően, amely pár éve kezdte meg működését. Tehát rögtön tudjuk, hogy hogyan alakul a balatoni szezon, hogyan alakulnak a vendégészakák, hányan, hány éjszakát töltenek el a legnagyobb tavunknál. Az jó dolog szerintem, hogy a korábbiakhoz képest több külföldi érkezett. És ezzel együtt figyelemmel kell kísérnünk azt is, hogy a magyarországi, a magyar, a belföldi turisták száma hogyan alakul. Még mielőtt ezt megtennénk, arra azért felhívnám a figyelmét, hogy szerencsére már nem csak a Balaton az egyetlen nagyon népszerű célpont Magyarországon. Zárkóznak fel más turisztikai térségek is, ez is bizonyítja egyébként azt, hogy hazánk tele van páratlan értékű természeti kincsekkel, kulturális nevezetességekkel. Tehát ezt azért figyelembe kell vennünk. Ezzel együtt a Balaton erős szezon zárt, de véletlenül sem gondoljuk, hogy az út végén vagyunk. Azt gondoljuk, hogy további szinteket lehet majd lépni. És abban természetesen nincsen beleszólásunk, hogy melyik család, milyen nyaralásról dönt. Belföldi nyaralásról, külföldi nyaralásról, és belföldi nyaraláson belül Balaton mellett teszi le a voksot, vagy éppen valamelyik kelet-magyarországi régió mellett. Ami dolga a kormánynak, az az, hogyha valaki úgy dönt, hogy a Balatonon nyaral, megfelelő, minél magasabb színvonalú szolgáltatást kapjon. Ezért újult meg 42 szabadstrand, ezért újul meg a Bahart flottája, két új katamarán és két új komp áll szolgálatba, ezért nyújtott a kormány támogatást 12 kalandparkhoz, és a sort még folytathatnám. Ami a tulajdonviszonyokat illeti, önök gyakran felhozzák ezt a kérdést. Felhívnám a figyelmét arra, hogy a Balaton környéki tulajdonviszonyok, különös tekintettel a privatizációkra, nem ezekben az években alakultak így, hanem javarészt még a 90-es évek előtt. És ennek bizony van olyan öröksége, amivel én sem értek egyet, amit nem nézek jó szemmel. Tehát amikor horvátországi viszonyokra, jogszabályokra hivatkoznak, akkor kérem, vegyék figyelembe, hogy egy tengeri környezet teljesen más környezet, egy balatonihoz képest, másfelől, meg olyan örökséget cipelünk magunkkal, amelynek a terheit azért nem könnyű levenni magunkról. Örülök, hogy felhozta az Erzsébet programot, azért is, mert a kormány ezek szerint, önök is jól tudják, hogy nagymértékű üdülési programot biztosít azok számára, több százezrekről van szó, akiknek nem lenne olyan lehetőségük a Balatonon nyaralni. Több százezer ember úgy juthat el a Balatonhoz kormányzati támogatással, hogy egyébként erre talán nem lenne lehetősége. Kicsit tágabb megközelítésben szerintem akkor tudjuk segíteni a magyar családokat abban, hogy ha akarnak, akkor eljussanak mindig a Balatonra, vagy bárhova máshova az országban, hogyha általában véve is javítjuk a megérhetési körülményeket. Ennek például elsődleges eszköze most az infláció elleni küzdelem. Hogyha látta a legfrissebb adatokat, akkor változatlanul csökkenő pályán vagyunk. Még van tennivaló, de jó úton vagyunk afelé, hogy 10% alatti legyen az infláció, és a béremelkedések üteme ezt
rövid úton jóval meghaladja, ami azt jelenti, hogy ha a reálbérek újra növekedő pályára kerülnek, akkor a magyar családoknak nagyobb lesz a mozgástere abban, hogy többet nyaralhassanak, vagy bármilyen más módon többet fogyasszanak, több dolgot vásároljanak, vagy éppen spóroljanak. Ez az ő döntésük. Hogy egy dolgot kérhetek ezzel kapcsolatban, és az nem turizmus fejlesztési kérdés. Hogyha a megélhetési viszonyokat valóban fontosnak tartják, akkor legalább önök ne adják a nevüket azokhoz az adóemelési tervekhez, amelyeket az árnyék kormány bemutatott. Két kulcsos adót szeretnének, magasabb adót és ingatlan adót is belengedtek, vagyonadót. És jól tudjuk, hogy amikor a gazdagokra hivatkoznak, valójában a középosztályt sarcolják meg, na abból nem több nyaralás lesz, több üdülés, hanem kevesebb. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy ezeket ne támogassák. Köszönöm, hogy meghallgatott.